Na, az a helyzet, hogy egy stóc anyagunk már elkészült a sörpadhoz. Ezt egyszerre nem tudjuk majd kiszállítani, így megkezdjük a szállítási folyamatot. Igen. Úgyhogy a hemplat, kalapdeszka, széldeszka, szegőléc, a tetőnek egy része, a szegéssel együtt, a két szelemen, illetve az egyik IBC tartálynak az állványát is megcsináltam már, mert találtam ilyen 1960-as évekből származó okkersárga olajfestéket, amit már egy párszor kidobásra szántunk, de mindig megmaradt. Erre jó, nem? Erre most legalább el lehet használni, hogy az én lelkismeretem is most már tiszta, hogy nem dobtuk ki, hanem el lehet használva. Szóval az első adag fanyag az le van festve két sorral, és akkor visszük ki a kertbe. Igen, tehát a hemplot, a széldeszka, az állvány, a két tető, háromszög, a két külső oldali, illetve még a tetőre szánt lemezeket is kivisszük, mert az még befér a kocsiba, és akkor ez így pont elég is lesz egy fuvarra, és akkor holnap után, ha lesz festő, akkor a tartó oszlopokat, illetve már egy soron le van kenve a pad. Ugye a háttámla, és a az üdőrész is. És akkor ez megy majd a következő körbe, és várhatóan a héten akkor elkezdjük összeszerelni majd a szerkezetet. Na, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát elkészültünk a alkatrészgyártással. Így van. Három fuvarra kiosztuk a sörpadnak az alkatrészeit. A tegnapi nap és illetve a mai nap reggelén összeállítottuk éppen csak a vázat, hogy a lábat, meg egy-egy háttámlát még beraktunk, hogy na nézzük meg, hogy az elképzelésünkbe szereplő méretek azok a valóságban is stimmelnek-e? Stimmelnek-e, igen. De úgy néz ki, hogy faszán fog stimmelni minden. Összeállítottuk így ennyire, és akkor innen folytatjuk a mai nap az összereléssel, hát olyan 80%-os készültségbe szeretnénk ma ezt elkészíteni. Igen, még ugye nincsen még ki minden, még a lécek hiányoznak, illetve még néhány elem hiányzik, ami majd a végéhez tetőz majd kell. Hát de egy pár szarufa hiányzik, hát igen, vagyis két pár szarufa hiányzik, illetve a tetőlécek hiányoznak és ennyi. Igen. Minden más itt van kint, a pallók, tetődísz, minden már itt van kint igazából, úgyhogy már csak ezt kell tenni, és akkor már nagyjából kész is lesz a kis konstrukció. Jó fog kinézni. Na, de akkor fogunk is hozzá. Én már látom lelkészemeim előtt. Na.
áll a szerkezet? Az van, hogy ami kész lett, és kihortunk ide a kertbe, azt most be is építettük. Minden nagyon stimmelt, úgyhogy nagyon büszkék mi magunkra, tényleg. Jó sikerült az egész, minden. Úgyhogy kész a szerkezet, még ami hiányzik, két pár szarufa, azt majd szerintem legközelebb hétfőn hozzuk ki, akkor már be is létezzük, megkapja a hemplattot, kaladeszkát, céldeszkát, meg a lemezt, és akkor ezzel így akkor végeztünk is a projekttel. Ja, meg milyen dolog, hogy aki látja a videóban, hogy a két szín nem egyezik, a padozat része, illetve az asztal, meg a lábak, illetve a díszítés, igen, azt mert nem két fajta festékkel festettünk, mert ez két fajta festék maradt. Ez minden maradék festék, tehát ami a megmaradt ezelőtti évekből össze-vissza festékünk, összettük, ami nagyjából színbe egyezik, és akkor abból lett lekenve a sörpad, hogy ezt se kelljen megvenni. De amúgy nem lett annyira más színű, szóval... Hát egy picit, egy pár tónussal másabb, de annyi meg kell. Annyi meg kell. Sziasztok! Sziasztok! Hát elkészültünk. Elkészült. Elfáradtunk, de készen lett, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk magunkra, mert megint jó sikerült. Jó lett. Összelegúztuk az egészet, tehát az elképzelés, amit elgondoltunk Attival, az minden stimmelt. Némi kis komplikációk azért nyilván voltak, ez mindig elő szokott fordulni, de megcsináltuk. És még itt egy pár dolgot mondjunk még róla, hogy hogyan készült, miből készült, ha bár ezt már aki néz bennünket régebb óta, azt tudja. Tehát itt a komplett sörpadnak a 80% az mind bontott anyagból készült, ablak, illetve ajtó, tokból, keretből, ilyesmiből. Amit meg kellett hozzá venni, az 4 szál pallót vettünk meg hozzá összesen, illetve a leendő frontoldali kerítésünkből kimaradt lemez került tetejére rá, amit összebarkácsoltunk még Attival, illetve vagy két-három fajta közel színazonos festékkel lett lekenve. Van ebbe vízbázisú is, van ebbe
oldószeres is, tehát amit, ami otthon megmaradt festék, azokat fel tudtuk használni. Mindent felhasználunk. De úgy milliliterre elég lett minden, meg dekár, hogy az valami őrület, tehát nagyon jó kiszámoltuk a dolgokat. És még azt mondjuk el, hogy így önköltségi áron ez ilyen 25 ezer forintunkba került összességébe, úgyhogy szerintem piszkos jó meg tudtuk csinálni. Aki ennyi pénzből jobban kibír hozni, akkor lássuk. Akkor tiszteletünk hozzá. Úgyhogy megértük, megcsináltuk, hogy nektek is bírjunk valami újat mutatni, meg hát nekünk is, a magunknak is, hogy a kertben legyen hova majd leülni, letelepedni. Igazság szerint kettőt terveztünk így tavaszra, de már olyan hamar elindultak a munkák így apródonként, hogy nem fér bele kettő sörpad. Úgyhogy a következőt, a másik kertbe szerintem majd jövőre építjük meg, de azon is gondolkozunk, hogy ha építjük jövőre, akkor az egy teljesen új konstrukció lesz. Tehát az, hogy ilyet már akkor láttatok tőlünk, de akkor láttatok egy másik fajtát is. Így van. Szerintem még akkor menjünk körbe, hogy hogy néz ki kívülről. Jó, mutassuk körbe. Aztán már végeztünk is. Na szóval ilyen így néz ki kívülről. Szép díszdeszka szegés kapott, illetve szegő lécet. Nem palóból az asztal, hanem csak sima deszkából, de alul ki van merevítve, úgyhogy rá is álltunk, hogy még építettük itt a sörpadot, sajnos olyan, mint az égvilágon, úgyhogy jó lesz. Kapott két kis merevítést. Fasza lett. Akkor menjünk még körbe. Itt van a lemezfedés. Hát ilyen díj darabokból össze lett rakva, de teljesen megfelel célnak, úgyhogy... Igen. Hát maga a lemez, amit vettünk, ez a másodosztályú vésztői akármi. Ez 250 centi hosszú volt, és a kerítéshez kellett 180, így maradt 70, ugye? Uh-huh. És akkor azokat a darabokat ide legóztuk. Ez a hátulja. Úgyhogy fűrészeltünk annyit, hogy az őrület. Igen. Mire ez így lett nyalulva, meg csiszolva, meg minden. Tök jó lett szerintem. Szerintem is. Nekem tetszik, nagyon tetszik. Na jó, akkor bízunk benne, hogy nektek ez tetszett. Kérem, hogy hátrébb lássak telébe. Hátrébb jövök. Ez a kerti valami, amit lehet meg fűnyírva kerülgetni, ugye? Így van. Úgyhogy ezt én akkor lelkesen fogom kerülgetni fűnyíróval. Na, én is egyébként. Megéri, nem? Ja. Na jó van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet újfönt. Úgyhogy sziasztok. Sziasztok. Találkozunk legközelebb.